Üdvözlöm Önöket, ez az ATV világhíradója, Tóth Géza vagyok. Autójával lőttek agyon egy izraeli férfi Cisjordániában. Sajtóhírek szerint a lövéseket egy másik autóból adták le a Havat Gilad nevű telep közelében. A 6 gyermekes édesapán az orvosok már nem tudtak segíteni, kórházba szállítás közben meghalt. Izrael nagy erőkkel kezdte el keresni a tetteseket. Valószínűleg palesztin terroristák végezhettek egy zsidó férfival keddéjjel egy cisziordániai telep közelében. A férfi bevásárlásból tartott hazafelé autójával, amikor rálőttek. Egy 32 éves férfit hoztak be hozzánk, akit a mellkasán értek lövések. A mentőautóban már nem adott életjelet és nem volt púzusa. Sérülései olyan súlyosak voltak, hogy erőfeszítéseink ellenére sem sikerült megmentenünk az életét, mondta a férfit ellátó orvos. A 6 gyerekes édesapa rabbiként dolgozott a Havat Gilad nevű településen és több más intézményben is. A cisziordániai telepesek vezetője meleg szívű, barátságos emberként jellemezte. Üzenjük a palesztin hatósághoz tartozó gyáva gyilkosoknak, hogy mi erősebbek vagyunk, mint ti. Az izraeliek élnek és virulnak, győzni fogunk a terrorizmus felett. Számotokra a halál lett a szent, de nekünk az élet az. Ez a mi földünk, és hiába próbálkoztok vele, nem fogtok innen elkergetni, fogalmazott a tanácsvezetője. A támadás kapcsán megszólalt az Izraelbe delegált amerikai nagykövet is. David Friedman azt mondta, a Hamasz a gyilkosokat élteti, a palesztin hatóság pedig pénzügyi jutalomban részesíti őket, ezért nincs béke. A Hamasz keddéllyel kiadott közleményében hősöknek nevezte a fegyveres támadás elkövetőit. Szerdára virradólag az izraeli hadsereg több palesztin települést is elbarikádozott Cisziordániában a gyilkosok után nyomozva. A katonaság szóvivője kiemelte, a legfontosabb feladatuk, hogy megtalálják a terrorista csoportot, mielőtt azok újabb merényletet tudnának végrehajtani. Az iráni külügyminiszter uniós meghívása ellen demonstráltak aktivisták szerdán Brüsszelben. Mohammad Javad Zarif a tervek szerint csütörtökön ülhet egy asztalhoz az uniós külügyminiszterekkel. Az egyeztetések célja, hogy a 2015-ös atompaktum megállapodás fenntartását biztosítsák. A demonstrálók kifogásolták, hogy az unió egy olyan rezsim külügyminiszterét hívta meg, amely az elmúlt hetekben mintegy 50 civil demonstrálót lövetett le, és 4000 embert vett őrizetbe. Egyes jelentések szerint legalább 3 fogvatartott belehalt a börtönben a kínzásokba. Távozik a Breitbart éléről Steve Bannon. Az elnök korábbi főtanácsadója azután mondott le alapvezetéséről, hogy az elnökről megjelent könyvben hazaárulónak nevezte Trump legidősebb fiát. Bannon bocsánatot kért az elnöktől, washingtoni pletykák szerint azonban elvesztette a bizalmat. Pénteken került a polcokra a Tűz és düh Trump fehérháza belülről, amely az év egyik legjobban várt és legnagyobb port kavart politikai könyve. Az elnök környezetében forgolódó mintegy 200 embertől származó interjúkat összegyűjtő könyv egyik fontos szereplője Steve Bannon. A könyv nagyon izgalmasnak tűnik, nagyon érdekel mindenki története, 200 interjú van benne, alig várom, hogy elolvassam őket. Kivéve Steve Bannont, szerintem nála sokkal érdekesebb szereplők is vannak, mondja ez a nő. Trump kampányigazgatójának és korábbi főtanácsadójának interjúja mégis napok óta lázban tartja az amerikai sajtót. A stratéga a könyvet író Michael Wolfnak mesélt a kampányidőszakról, és kitért arra is, hogy Trump fia és veje Jared Kushner a választások előtt orosz tisztviselőkkel találkozott a Trump toronyban. Bannon a könyvben hazafiatlannak és árulónak nevezi ifjabb Trumpot, és azt is sérelmezi, hogy nem vittek magukkal ügyvédeket, és nem értesítették az FBI-t azonnal. Bannon szerint a nyomozás, amely az oroszok vélt beavatkozását vizsgálja az amerikai választásokba, sokkal komolyabb, mint ahogy tűnik. Az újságíró szerint az egész ügy központjában pénzmosás áll, és többen is belebukhatnak az elnök körül, többek között maga ifjabb Trump is. Az elnök úgy reagált, Bannon megbolondult, mióta elhagyta a fehérházat, és perrel fenyegette meg volt tanácsadóját. Ez egy nevetséges vád, Steve Bannon egy korábbi műsorban az orosz együttműködéssel kapcsolatban még azt mondta, hogy teljes kitaláció. Én inkább arra a nyilatkozatra figyelnék, ha valaki ebben az ügyben következetlen volt, az egyedül Bannon, és nem az elnök vagy a kormányzat, mondta a fehérház szóvivője. Bannon később közleményben kért bocsánatot kijelentéseiért, és azt írta, az interjú félrevezető módon jelent meg. Trump fiát hazafinak nevezte, aki fáradhatatlanul dolgozik az ország érdekében. A hazaáruló jelzőt pedig nem ifjabb Trumpnak, hanem a stáb akkori kampányfőnökének szánta. Bannon a jobboldali Breitbart News éléről érkezett a Trump kampányba, de már a nyáron elhagyta a fehérházat állítólag belső hatalmi harcok miatt. Akkor visszatért a Breitbarthoz, de a mostani botrány után bejelentette, távozik a laptól. Belső információk szerint magától döntött így, sőt elmondta, szeretné továbbra is képviselni az elnök ideológiáját.
A heves hózáporok is akadályozzák az Észak-Olaszországban tartózkodó, főként afrikai országokból érkezett migránsokat abban, hogy az Alpokon keresztül Franciaországba jussanak. Most is ezrek várakoznak a régióban, hogy alkalomattán átszökhessenek a határon. Tavaly augusztus óta, becslések szerint ez mintegy 800 migránsnak sikerült. Afrikából érkeztek ezek a bevándorlók, akik azt tervezik, hogy az Alpok veszélyes hegyi útjain keresztül vágnak át Franciaországba. Többségük életében először lát havat, a régióban pedig az elmúlt napokban intenzív havazás volt, ami az egyébként is életveszélyes átkelést szinte lehetetlenné teszi. Ennek ellenére van, aki azt mondja, nem vár tovább, megpróbál Franciaországba jutni. A hegy nagyon magas, de el lehet kerülni a rendőröket. A legutóbb, amikor megpróbáltam átkelni, messzire jutottam ugyan, de elfáradtam és visszajöttem ide, de most ismét nekivágok, mondja egy Guineából érkezett férfi. A térségben számos önkéntes hegyi mentő dolgozik, akik azt mondják, a migránsok sokszor a legalapvetőbb felszerelések nélkül tornacipőben vágnak neki a veszélyes útszakasznak. Még velünk hegyi mentőkkel is előfordul, hogy a hóban rekedünk, és nem tudunk tovább menni, pedig nekünk felszereléseink vannak. Olyat is láttunk, hogy egy migráns mindkét cipőjét elvesztette, és a lábai már elkezdtek lefagyni, amikor rátaláltunk, mondja az egyik önkéntes. Más aktivisták a közeli városokban főként busz- és vasútállomásokon táborozó bevándorlókat próbálják meggyőzni arról, hogy nem érdemes az Alpokkal próbálkozni. Nagyon veszélyes út, és sok fiatal gondolkodik azon, hogy megpróbálja. Mi orvosként próbálunk tanácsokat adni, és ha kell, igyekszünk közbelépni, mondja egy másik önkéntes. Statisztikák szerint 2017. augusztusa óta 7-800 migráns juthatott át az Alpokon keresztül Olaszországból Franciaországba. Az átkelést nem csak a természeti akadályok teszik szinte lehetetlenné, a két ország közötti határvonalat francia rendőrök ellenőrzik, akik visszafordítják Olaszországba a migránsokat, ha kiszúrják őket. Második körben dőlhet el Csehországban az idei elnökválasztás. Közvéleménykutatások szerint a péntekre és szombatra kiírt első fordulóban egyik jelölt sem szerzi majd meg a voksok felét, amelyel azonnal győzhetne. Alkalmasnak ítélték az orvosai Miloš Zeman cseh elnököt, hogy újabb hivatali ciklust töltsön ki. A 73 éves államfő erős dohányos, szereti az alkoholt, cukorbetegsége miatt pedig nehezen jár. Sokak körében népszerű lett azzal, hogy bírálja az értelmiséget és a sajtót. A cseh média volt az egyik legfontosabb tényező abban, hogy újraindulok az elnökségért. A támadásai vágyat ébresztettek bennem, hogy ismét versenybe szálljak, jelentette be újrázási szándékát tavaly márciusban a cseh elnök. Az egykor lelkes európai föderalista ma sok kérdésben egyetért a szélsőséges cseh pártokkal. Szerinte az Európai Uniónak meg kellene szüntetnie az oroszok elleni szankciókat, amiket a Krím annektálása és az ukrajnai beavatkozás miatt vetett ki rájuk. Ha részt akarunk venni a döntések meghozatalában, ott kell ülnünk az asztalnál, ahol születnek. Szeretném, ha Csehország ott lenne az asztalnál, ahol Európa jövőjéről döntenek, mondta Zeman legesélyesebb kihívója Jiří Drahoš. Ő a Cseh Tudományos Akadémia volt elnöke, akinek a népszerűsége csak néhány százalékkal marad el a jelöltek közt első helyen álló Zemanétól. A hivatalban lévő elnök kihívói közt van egy 65 éves író, Michal Horáček is, aki korábban sikeres üzletember volt. Korábbi támogatóinak 15%-a nem reménykedik Zeman újraválasztásában. Ennek ellenére az első körben jók az esélyei, a legutóbbi felmérésünk szerint több mint 40%-ra számíthat, mondta egy elemző, aki szerint a magas részvétel az elnök kihívóinak kedvezhet. A cseh elnök jogköre korlátozott, de kormányalakítási megbízást adhat és magas rangú tisztviselőket nevezhet ki. Külföldön pedig a hazáját képviseli. Zeman erősítette Csehország kapcsolatát Oroszországgal és Kínával, a nyugati szövetségesekkel viszont keveset törődött. Nehéz időkben olyan elnökre van szükség, aki nem bólogat a migráns kvótákra, és nem hajol meg a keleti nagyhatalmak előtt, mondta Mirek Topolánek volt kormányfő, aki novemberben jelentette be elnök jelöltségét. A muzulmán bevándorlást Zeman sem támogatja, sőt élesen bírálta, mert biztonsági kockázatot lát benne. Az első fordulót felmérések alapján ő nyerheti, a két hét múlva következő második fordulóban pedig szorosabb versenyre számíthat. Kedden is folytatódtak zavargások és fosztogatások a Venezuela délkeleti részén lévő Ciudad Guayanában. Az egykor virágzó ipari város élelmiszerhiánytól és malária járványtól szenved. Hétfő reggel már 4 helyi üzletet kifosztottak. Kedre virradó éjjel legalább 5 másikat is, a hatóságok pedig mintegy 20 embert letartóztattak. Közben dühös tüntetők malária gyógyszert, élelmiszert, főzőgázt és teherautó alkatrészeket követelve elfoglaltak 3 fontosabb utat.
A zavargásoktól tartva sokan otthon maradtak, több üzlet pedig ki sem nyitott. A negyedik éve tartó gazdasági válság és hiperinfláció miatt milliók nem kapnak elég élelmet Venezuelában, ahol az elmúlt hetekben egyre gyakoribbak az erőszakos zavargások. 13-an meghaltak, több száz ember pedig még keresnek Kaliforniában. A kedd este lezúdult eső ugyanis sárlavinákat indított, amelyek teljes környékeket borítottak el. Santa Barbara sheriffje azt mondta, a környék olyan, mint egy első világháborús csatatér. Épp hogy a háztetők kilátszódnak a sártengerből ebben a kaliforniai városban, a kedden leesett hatalmas mennyiségű esőtől óriási sárlavinák indultak meg. Nagyon körülményes elérni a területet, és nehezen tudunk segíteni a bajba jutottakon. Olyan az egész hely, mintha egy első világháborús hadszíntér lenne. Ez az egyetlen hasonlat, ami az eszembe jut a helyzetre, mondja a Santa Barbara-i sheriff. A térségben hónapokig egyáltalán nem esett eső, de a földeket teljesen kiszárították a decemberben pusztító erdőtüzek. A leégett növényzet és az elszenesedett talaj egy vízlepergető réteget hoz létre, a föld így nem tudja elnyelni a lehulló csapadékot. A megindult sárlavinák sok helyen egész házakat sodortak magukkal, de volt, ahol autónyi méretű sziklák okoztak károkat. Rengeteg út és autópálya szinte folyóvá vált, vannak helyek, amelyeket meg sem lehet közelíteni. A helyenként derékig érő sár miatt 7000 embernek kellett elhagynia otthonát, sokaknak már másodszorra az elmúlt két hónap során. Az érintett környékeken található több hollywoodi szupersztár otthona is. A hatóságok több mint 20000 embernek tanácsolják, hogy menjenek biztonságosabb környékre. A hatóságok óriási erőkkel dolgoznak a környéken, helikopterekkel próbálják menteni az embereket, eddig több mint egy tucat halálos áldozatról tudni, de több száz embert még mindig keresnek. Nagyon reméljük, hogy nem így lesz, de ez a szám még könnyen nőhet, ahogy keressük az eltűnteket, mondta a sheriff. Több mint 160 embert kellett kórházba szállítani, többen kritikus állapotban vannak. Az elmúlt időszak természeti katasztrófái rekord méretű 300 milliárd dolláros költséget jelentenek az Egyesült Államok számára. Komoly gazdaságélénkítő hatása lehet Harry herceg és Meghan Markle idei esküvőjének a brit gazdaságra. A pár május 19-én szombaton kell majd egybe a Windsori kastélyhoz tartozó Szent György kápolnában. Mióta 2016. júliusában bemutatták őket egymásnak, sok időt töltöttek a városban, amely állításuk szerint különösen fontos hely számukra. Óriási érdeklődés kíséri az Egyesült Királyságban Harry herceg közelgő esküvőjét. A házasságkötés a festői szépségű Windsorban lesz, ahol a turizmus fellendülésére számítanak. Az esküvő óvatos becslések szerint is 500 millió fontos bevételt hozhat. 200 milliót költenek utazásra, szállásra, 150 milliót ünneplésre, 100 milliót reklámokra és 50 milliót ajándék és emléktárgyakra, mondta egy tanácsadó cég alapítója és vezérigazgatója. A Windsori kastély előtt található 98 lakosztályos szállodát már elárasztották a foglalások. Az esküvőre turisták és újságírók tömege érkezik majd a városba. Izgatott vagyok, ahogy a személyzet és a helyi lakosok is. Mindannyian nagyon várjuk az esküvőt, ami sokat jelent nekünk. Gazdaságilag komoly lökést ad majd. Nagyszerű lesz látni és vendégül látni ennyi vendéget, mondta a szálloda igazgatója. 2011 áprilisában Harry bátyjának, Vilmosnak az esküvője is fellendítette a turizmust. A statisztikai hivatal szerint akkor 350 ezerrel többen látogattak az országba, mint 2010 áprilisában. Megtisztelő, hogy az esküvőt a Windsori kastélyban tartják, amely a legrégebb óta lakott, és a maga nemében legnagyobb kastély. Évente 7,5 millió turista jön a városba, a legtöbben Amerikából. Reméljük, ez a szám nőni fog, mondta a polgármester. Harry herceg novemberben jegyezte el az amerikai színésznőt, a hírt pedig a hónap végén jelentették be. A Windsori ajándékboltokat azóta ellepték a párral kapcsolatos szuvenírek. Ritka fehér krokodilt láthattak egy krokodilnéző hajótúra résztvevői Ausztráliában, a Gyöngy becenévre keresztelt hüllőt az északi területen lévő Adelaide folyóban pillanthatták meg hétfőn. Idegenvezetőjük utoljára 5 héttel korábban látta az állatot, amely állítása szerint nem albínó. Mint mondta, a krokodil hipomelanózisban szenved, ami egyfajta pigmenthiány, és sebezhetővé teszi, mert emiatt kiri a fajtársai közül. És ezek voltak a világhíradó hírei mára. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!